A 20-as éveiben Eddie Balmares kábítószer függőséggel küzdött. Egy barátja elhívta egy istentiszteletre. Amint beléptem, úgy éreztem, mintha valaki segítene rajtam. Annyit mondhatok, hogy ez Isten volt. Aznap átadtam az életemet neki. Sikertelenül próbálta kezeltetni magát, újra a heroinhoz és a kokainhoz nyúlt. Visszacsúsztam. Üresnek éreztem magam. Nagyon üresnek. Összezavarodtam. Nem tudtam döntéseket hozni, sem változtatni. Aludni sem tudtam. Azt mondtam magamnak, tudod mit? Visszamegyek Istenhez, és megkérem, hogy fogadjon vissza. Könyörögni fogok neki, hogy fogadjon vissza. 96-ban visszament a gyülekezetbe, és újra átadta életét Krisztusnak. Rám tették a kezüket, és imádkoztak értem. Újra elment rehabilitációra. Tisztán és józanul élt 5 évig, amikor is újabb probléma merült fel. Eddie hasi fájdalmakat kezdett észlelni. A kábítószer használat évei utolérték. Ekkor mentem el az orvoshoz, aki azt mondta, a májbetegségem van, és hepatitis C-m. Azt hittem, meg fogok halni. Itt a vég. Nincs tovább. Gyógyszerekkel több mint 15 évig élt együtt a betegséggel. Egy nap kijelentést kapott, miközben az egyik kedvenc műsorát, a 700-as klubot nézte. Valami belül azt súgta, én az Úrhoz tartozom. Mindenki meggyógyult, aki Jézushoz ment. Meggyógyította őket. Több ilyen bizonyság is elhangzott a műsorban. Azt mondtam, én Isten gyermeke vagyok, szeretném, ha engem is meggyógyítanál. Imádkozni kezdett, és felhívta a 700-as klub műsorát. Egy nagyon kedves hölgyel beszéltem, és miközben beszélgettünk, sírni kezdtem. Azt mondtam, a bűneim miatt vagyok beteg. Ő azt válaszolta, hogy Jézus nem azért jött a földre, hogy megmentsen, aztán megöljön hepatitis C vagy bármilyen más betegséggel. Imádkozott értem, és újra békességet éreztem. Úgy éreztem, többé nem kell aggódnom semmiért. Megvallottam a győzelmet. Tovább imádkozott a gyógyulásért. Időnként még éles fájdalmat éreztem, de azt mondtam, tudod mit, Uram? Az ellenség próbálja megcáfolni az áldásaidat és csodáidat. Azt próbálja elhitetni velem, hogy nem gyógyultam meg teljesen. De én meggyógyultam, mert ha Jézus meggyógyított, akkor egészséges is maradok. Ebből nem engedek. Egészséges vagyok. Egy este részt vett egy gyógyító összejövetelen a gyülekezetben. Aki értem imádkozott, azt mondta, ezt a férfit egészségesnek nyilvánítom. Soha nem beszéltem neki a hepatitiszemről. Azt mondta, ez az ember tetőtől talpig teljesen egészséges. Amikor kimondta ezeket a szavakat, békesség és öröm töltött el, hálát adtam Istennek. Hálát adtam neki, hogy elvette a betegségemet. Néhány héttel később felkereste orvosát néhány vérvizsgálati eredményért. Visszamentem, és azt mondták, Eddie, jó hírünk van, és rossz hírünk is. Mondtam, hogy kezdje rosszal. Mire az orvos azt mondta, a rossz hír az, hogy hiányozni fog nekünk, mert nem kell már visszajönnie. Ön kedves ember ezért hiányozni fog. A jó hír az, hogy ön teljesen tiszta, egészséges, akár csak én. Nem találták sem a hepatitis, sem a májbetegség nyomát. Ma aktívan tevékenykedik gyülekezetében, hajléktalanok felé és börtönökben szolgál Austin környékén. Ha Isten cselekszik valamit, az be is fejezi. Ameddig csak ezen a földön élek, addig a napig, amíg meglátom őt, egészséges leszek. Annyira boldog vagyok, hogy mindenkinek el szeretném mondani. Ameddig csak élek, az ő nevét fogom dicsőíteni.